Hát elkezdődik a Start Plus, nem is akárkikkel, két fantasztikus vendégünk van itt a stúdióban, Szomjas György és Ferenci György, jó reggelt kívánunk! Reggelt kívánok. Előbbi Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendező, utóbbi pedig énekes Emerton díjas magyar szájharmonika művész, hát aztán nem is kellett volna senkit bemutatni, de hát ugye minden esetben meg kell tennünk. Pont arról beszélgettünk ugye néhány perccel ezelőtt itt a stúdióban, csak ezt a nézők még nem hallották, hogy ezt a Betyárjáték című előadást ti nagyon nagy sikerrel játszottátok, nem csak a Nemzeti Színházban, hanem szerte az országban. Egy zenés előadásról, produkcióról van szó. Hány éven keresztül ment ez a darab? Bő három éven keresztül. Miről szólt a darab? Mit foglalt össze? Hát, hogy a betyár történetét, ugye az ötlet onnan jött, hogy én a Gyuriék műsorába felfedeztem azt, hogy népdalokat, népzenét, Jáger Jóska balladáját együtt játszották a tetovált lányjal, mondjuk a Kopasz kutyából, és akkor innen jött az ötlet, hogy akkor ezeket a dolgokat össze lehetne hozni egy műsorba, és akkor lényegében az ő általuk már egyébként is játszott dalokat összefogtuk. Hát ez voltaképpen egy koncert, ami színesítve van vetítéssel, tánccal és sok. Hasonló köztetek a szellemi hagyomány, az ízlés ebben a produkcióban? Egyre járt az agyatok? Ugyanaz. Tökéletesen ugyanaz, csak a Gyuri bácsinak van ebből 25 év előnye, meg több tapasztalata, meg az a pár film, amit... Az a pár film, amit csinált. Amit felnőttünk. Mind a ketten olyanok vagyunk, hogy a saját kultúránk is maximálisan érdekel minket, meg a rock and roll kultúra is. És nem csak egy tánc, az egy maga lehet egy hivatás is, és hogy ebből a szempontból tökéletesen ugyanúgy gondolkozunk. Mind a kettőt egyformán fontosnak tartjuk. Mert ugye a beszélgetésünknek a másik apropója pedig az, ugye, hogy a Corvinban, mármint ugye a Corvin moziban jövő hétfőn, tehát 9-én lesz ugye a díszbemutatója a filmnek. És amikor az ember egy darabról beszél, meg egy filmről beszél, akkor ugye laikusként is felmerül a kérdés, hogy a kettő egy és ugyanaz, miközben tudja, hogy nem lehet egy és ugyanaz, de mi az átfedés és a hasonlóság? Hát ugye ez egy koncertfilm, ezt hangsúlyozni kell, ami egy koncertet dolgoz föl, de hát egy csomó lehetőségünk volt, ugye, mert ugye itt vannak vetített bejátszások az én filmjeimből, aztán van árnyjáték, tehát egy csomó olyan lehetőségünk volt, amivel meg tudtuk mozgatni a filmen belül az anyagot. Tehát én úgy érzem, hogy jóval több, mint az előadás volt. Szabad még egy mondatot mondanom? Hogyne, persze, még kettőt is. Pont a bejátszó látom a táncosokat, szóval ez az igazi. Nekem a koncert, tehát a színpadi munkában a legnagyobb kihívást életemben ez jelentette, hogy ezekkel a táncosokkal, hogy föl tudjunk hozzájuk nőni színvonalba és erőbe. Ez úgy kell elképzelni, hogy fölpakoltuk a cuccot, elkezdtük csinálni az első komoly próbát már magában a Nemzeti Színházba, és utána a cuccot lepakoltottuk, és hoztunk egy kétszer akkorát. Mert ezek az emberek ezek úgy érnek földet, ők mindenki valami táncegyüttes vezető, ez a Fordulj Kispejlovam nevű táncegyüttes, ilyen fél, én ahogy kívülről látom, félig underground, de elneveztük őket népi szamurájuknak. És nagyon kemény társaság, a legjobb táncosok, és nem ilyen Mojszejev értelemben, hanem a leghitelesebb, legkomolyabb néptáncosok, és velük ez a színpadi mű, szerintem ez ki fog derülni, hála a jó Istennek a filmből is, valami hihetetlen fúzió. Na most itt már elhangzott egy jó pár szó a népi szamurájtól, tulajdonképpen visszatérve a betyárig. Ki a betyár? Hát mi a betyár? A táncosok, azok betyárok. Nagyon nagy betyárok. Hát a rockerek is azok. Sőt, hát ugye én konkrétan annak idején úgy jutottam el a Kopasz kutyához, hogy a két betyár film után akkor mondtuk egymásnak a barátaimmal, hogy hát a modern kor betyárjai azok a rockerek, úgyhogy most csináljuk meg a Kopasz kutyát. Szóval ezek azért nagyon, nagyon összefüggnek, és hát mondom, én pedig tényleg a rockból indultam el annak idején az 50-es években, úgyhogy azóta ez egy folyamatos történet. Igen, milyen... Nem ezen nőttünk fel. Hogy ugye sok, szerencsére azért itt a Start Plus-ban sok olyan vendégünk van közben, ugye én is azért kipillantok így a kulisszára a képernyőre, amit látnak a nézőink közben. Szóval sok olyan vendégünk van, akik ugye filmes világból érkeznek, filmet készítenek, itt vannak, mesélnek egy kicsit a film elkészültének a hátteréről. És Gyuri, te említetted azt, hogy nagyon nagy mozgástered nem volt azért a zenei palettának az összeállításáról, mert hogy vagy összeállításában még konkrétan is shortlistet kaptál, ugye? A saját dalaiból. Ez így igaz, viszont életemben először nem is akartam mocorogni ebbe. Hát ez komolyan teljesen értelmetlen lett volna. Hát
én többek között azért vagyok zenész, mert gyerekkoromban megnéztem a Kopasz Kutya című filmet, és többek között ezért játszunk blues-t. Tehát a Hobo Blues Bandnek és a Gyuri bácsinak köszönhetően ez a generáció, ez több költő nevét megtanulta, és komplett kultúrákat megismert. Én erre nagyon büszke vagyok. Ez életemben az egyik legszebb kihívás volt, amit kaptam, az, hogy ebbe a darabba tudok dolgozni, és ezt nem ilyen nyalizásban mondom, hanem ezt valóban így van. Tehát azok a barátaim, akikkel Pesterzsébeten megcsináltuk a 80-as évek elején az első blues zenekarunkat, és nézik most a tévét, azok pontosan tudják, hogy nem vetitek. Tudják, hogy mekkora dolog, hogy ez a film elkészül. No, és akkor visszakanyarodva, hogy ahogy te is említett, Gyuri bácsitól kaptál egy komplett listát, ami a 10 zenéitek, és azt kellett akkor az elejétől végig. Kellett. Igen. Hát kellett, ne? És ráadásul még arra is volt lehetőségünk, hogy népzenészeket hívjunk be plusz a produkcióra, és egy kicsit úgy tudtuk áthangszerelni, hogy nem az, hogy régi dalok új köntösbe, hanem hogy ahogy most látom. Tehát ezek között vannak 20 évvel ezelőtt írott dalok is, és nekem itt van a karomon, hogy nosztalgia az út végén, nem játszok régi zenét. És a saját régi dalaimat egyáltalán nem játszom. Ez az életemben az egyetlen egy ember, akinek megcsináltam, az a Gyuri bácsi, de nekem nagyon szívesen. Viszont itt volt egy remek lehetőség, hogy a mostani fejünkkel újraírjuk ezeket a dalokat, és nem áthangszereltük, hanem fogtuk, és a mostani gondolkodásunk szerint összeraktuk egy teljesen egységes zenei képet, és arra is volt lehetőségünk, hogy Amerikába kevertessük meg a hangot, úgyhogy ez egy Nashville-i hangminőség, ami a filmben szerepel, úgyhogy ez egy gyönyörű, gyönyörű utazás. A Cseh Tamás egykor ezt úgy mondta, hogy 10 év múlva ne ez a dal legyen. Abszolút igaza volt. Tökéletesen igaz. Hogyan tovább? Mi a következő terv? Hát van egy jó betyár forgatókönyvem, Savanyú Jóska az utolsó betyár, úgyhogy az bármikor elő tudjuk venni. Még eddig nem tört át, de talán még sor kerülhet rá. Mit reméltek azért a filmről, mert most oké, lesz egy bemutató. Biztos nagyon sokan lesznek a Corvinban. Hát ott gondolom, hogy sokan lesznek. Hát ugye egy magyar filmnek manapság nem olyan könnyű a sorsa a mozikban, de hát gondolom, itt is meg fogunk mindent tenni. De ami nagyon fontos, hogy meg fogunk próbálkozni egy alternatív forgalmazással, tehát műfázakban, könyvtárakban és ilyen helyeken nagyon jó kapcsolataink vannak, elsősorban a táncosainkon keresztül, akik ugye szinte az egész országot, sőt az egész Kárpát-medencét átfogják. Tehát rajtuk keresztül szeretnénk egy ilyen második hálózaton keresztül terjeszteni a filmet. De jó lenne a... Én felajánlom a Mimozinkat ugye a Premier Kult Caféban, azzal pici kéréssel együtt, hogy egy közönség találkozóval egybe kapcsolat filmet. Nagyon szívesen, mert ezeket én nagyon szeretem, mert az emberek egyébként is szeretünk beszélgetni, meg kocsmázós, büfőző zenekar vagyunk, úgyhogy állunk elébe. Szuper, köszönjük. Nagyon köszönjük, nagyon megtisztelő, hogy itt voltatok.